Már az új homokozóban és eszközökkel játszhatnak a Bercsényi utcában és a környéken lakó gyerekek. A lakóközösség önerejéből, a társasház felújítási alapjából sikerült létrehozni egy új játszóteret a városrészben. Rengeteg kisgyerekes szülő van, fiatalok költöztek ide. Lépcsőházanként 10-20 gyerek is van, és már nagyon kellett egy kicsiknek való játszótér, mert a régi az a nagyoknak való volt, egy kicsit elavult, és ezért úgy gondolta itt a lakásszövetkezet hozzájárulásával a közös képviselő is, hogy próbáljunk meg valamit ide építetni. A Lajosvárosi Lakás Építő és Fenntartó Szövetkezet gondozásában készült el az új játszótér 3,5 millió forintból. Az elnök szerint ez a beruházás is segítheti az előregedőben lévő lakóközösségek frissülését, a fiatalok ideköltözését. A környezetet szeretnénk mi fiatalítani, lehetőséget biztosítanánk, hogy a lakóépületbe fiatalok, családosok költözzenek, és örömmel láthassuk a tulajdonosok gyermekeit játszani ezen a jó kis területen. A városrész önkormányzati képviselője azt ígérte, új játékkal bővíti a most átadott játszóteret a jövőben. Itt közel 200 család lakik, és egy saját játszóterük van. Természetesen a városrészben talán elsőként a városban épült meg egy unió szabványnak megfelelő játszótér a Rózsa Károly utcában, azt a körzet minden lakója tudja használni, illetve más városrészekből is jönnek ide gyerekek. A képviselő asszony hozzátette, azt is fontos, hogy megoldják az átjárást a Csokonai és Bercsényi utcák között. A mostani állapot helyett egy igazi átjárót építenének a két utca közé.